De várjál, mondjuk azt, hogy ez a kettős pont, nem? Ez a kettős pont. Ez a kettős pont. A második. Ez vadállat, kettős pont. Ez nagyon jó volt. Igen, főleg a nők néznek, téged pedig a férfiak, tehát 70%-ban engem néznek. Jó, ennél jobb szerintem nem kell. Ami nekem feltűnt ezen a héten, hogy tulajdonképpen mindenki hozta a kötelezőt. Én ugye vártam egy interjút, meg a múlt héten, amikor beszéltünk arról, hogy mik lesznek az újságokban, egy nagy Marton interjút, hogy ahol végre megszületik valami fajta olyan dolog, hogy a másik fél nem nyilatkozatokon keresztül, vagy elmondásokon keresztül jelenik meg. Na! Itt van például a Demokrata. Nagyon érdekes címlappal jött ki, Farkas Fórián látható benne, az ember, aki legalábbis a magyar sajtó elől megpróbált eltűnni. Nem de próbált, most, meg itt van. Hát most itt van, persze, igen, van. Most végre, igen. Megérkezett. Csak néhány apróság hiányzik benne. Hiányzik az 1,6 milliárd, amit keresnek rajta. Semmiképpen nem van. Vitatkoznék veled, az a baj, tehát hogy nem olvasod együtt az újságokat, mert azok, amikről te beszélsz, az meglepő módon a Figyelőben benne van. De nem, az az 50-es ugyanerről a témáról, ugyanerről a témáról a Figyelő egy teljesen más nézőpontot hozott. Hogy hívják ezt, te jobban értesz a szakmához? Én nem, életem, közelébe sem voltam a szakmának. Olyan, kicsit rajz lenne, de mégsem. Én nem tudom, itt néhány szót el tudok olvasni, de hogy ez itt mit jelent, ez szerintem csak a beavatottak tudják. Na most az az érzésem, hogy itt valami nemzetközi illuminátus összeesküvésnek vagyunk a szemtanúi, és ez azt jelenti, hogy az ipari harci droidok lassan el fognak indulni valahonnan, valahová. Más megfejtésem nincsen. Én először nem értettem, illetve értettem, de nem tudtam elolvasni, aztán közelebb mentem szemüveg nélkül, és akkor el tudtam olvasni. És van három olyan címlap, nem kell törődni vele, véletlenül van itt. Prima. Amelyen a múlt héten nagyon hiányolt ember van, már hogy emberek vannak. Viszont az jó, hogyha fölismerik az embereket az utcán, azok, igen, akik erre ránéznek, tehát nekem a narancs címlap ilyen szempontból lekerül a Nem, ezzel nem értek egyet. Vagyis egy címlapkészítésnél az nagyon fontos, hogy legyen plakátszerűség benne. Na most itt a Hamlet illesz a cselekvést a szóhoz, a szót a cselekvéshez, továbbra is ez a mániám. A kézt és a mellát látjuk, és oda van írva a nevük is. Tehát az olvasó, akinek nagyon fontos az, hogy mit lát a képen, az olvasónak meg van magyarázva, hogy bizony ez egy olyan sztori, ami róluk szól. Az más kérdés, hogy rettenten unalmas lett. Akkor letehetjük? HVG heti válasz, két fontos közéleti szereplőt tett a címlapra. Az egyik felé 2047 feliratot írta, halvány fogalmam nincs, hogy igen, miért. Én ide is írtam ezt magamnak, hogy de most miért? És a másik pedig Gyurcsány Ferenc címlapja, ez nekem kevés, tehát én ezt kitenném. Ezen a héten futottak még sorozatba. Hadd mutassam meg ezt is, hát olyan jó, mert továbbra is az akikre büszkék vagyunk stílust követi, és egy kedves, mosolygós ember néz bele a kamerába, aki olyan ártatlan, mint a ma született bárány. És ez sugározza az egész kép, az egész interjú. Dráma. Nagyon kidőlök? Mert lazára veszed, ott van a kép széle, de innen lesz vágva, úgyhogy ilyen szempontból neked mindegy. Hát figyelj, én sokkal szebb vagyok. Az én nézőim, lehet, hogy te okosabb vagy, de én sokkal szebb vagyok. Én nem gondolom, hogy te szebb lennél. De szebb vagyok. A másikkal egyetértek, ott nincsen probléma. És akkor csak eljutunk oda, hogy én ezen a héten a Figyelő címlapját tartom a legizgalmasabbnak. Mert nem tudtam megfejteni. És azért, mert kiabált rám, azt mondta, hogy vegyem le a polcról. Jó. Tehát itt azt sikerült megcsinálni, hogy gondolkodtak. Gondolkodtak azon, hogy egy páros interjút hogy lehet úgy eladni, hogy a történetnek a főszereplője Sárosdi Lilla, az egészen fontos mellékszereplője, az ember, aki támogatta, az pedig Schilling Árpád. És azt is elmeséli ez a történet bent, hogy egy családapa a gyerekeivel hogyan éli át azt, hogyha a feleségével egy ilyen dolog történik és a nyilvánossághoz fordul. Tehát ebből a szempontból is szerintem a legjobb anyag, és hozzá kapcsolódva a legjobb címlap a héten. Pénzfeltáró anyagát én javaslom kihagyni, én nem találtam itt ebben a periódusban olyat, ami nekem akkor jelentsük be drámai hangon, hogy a rovat
a rovat, lényegében... Ezen a héten. Hogy mondják ez? Szűkített létszával üzemel. Technikai okok miatt, nem. Technikai okok miatt, nem. Jó, hát így. Nem létezik. Hello, csajok! Hello. Kiket? Öt ne nézzétek. Kornai interjú HVG-ben szerintem mindenképpen ebbe a körbe beillik, de Létai Dórával, a 168 óra József Attila Színház színészével kiváló anyagot készített, a Magyar Narancs címlapos anyaga szintén ide tartozik, tehát nekem interjú szempontjából ez egy nagyon jó hét volt, érdemes volt. És ne feledjük el Farkas Flórián interjúját. A Figyelőben érdemes, én nagyon szeretem Csukás Istvánt, hiszen Csukás István anyag, az jó. Gyerekkönyvein, a film főhősein. De érdekes, hogy senki más nem csinált vele anyagot. Nevelődtünk, vagy nőttünk föl, és egy nagyon jó interjú készült vele, könnyed, játékos. Tessék elolvasni. Szerintem a hét interjúja az egyben a Heti Brutális. A Heti Brutál. Olvasatomban. Bocs, vár egy picit. Most áttérünk a Heti Brutálra, mert a Csaba nem bírta ki az interjút már. Ki lehet vinni? Parancsot. Vigyelek ki? Hát, ha tudsz. Szóval a Heti Válasz, ami egyébként egy kiválóan szerkesztett nap, közölt a Pest-Budai Látkép mellékletében egy interjút a 7. kerület polgármesterével, és a 7. kerület polgármesteréhez megszegezték azt a kérdést például, hogy bővítik-e a szociális támogatási rendszer. De a kedvencem, hogyan készül a kerület a karácsonyra? Oda kamerába. Oda bele a kamerába. Igen. Ezek a kérdések. De úgy még kiemelni a büntetését kiáltanak. Nekem két heti brutálom van. Van egy pozitív brutál, meg van egy negatív brutál. A pozitív brutál, amit már idéztem, az utolsó mondat a 168 óra Sárosdi Lilla Schilling Árpád interjújából, ahol azt mondja Sárosdi Lilla kérdésre, hogy a Pál utcai fiúkat megnézi-e, ami ugye Marton László rendezése, azt mondja, igen, meg fogom nézni, sok jót hallottam róla, remélem, hogy tetszeni fog. Erre azt mondom, hogy ez brilliáns. Ez egy pozitív brutál, mert az ember egy ilyen történet után... Ez egy elegáns brutál. Nagyon elegáns brutál, igen. A másikat azt a Demokrata vezér cikkében találtam, ez így szól, idestóva 3 évtized szaladt el anélkül, hogy egyetlen kommunista bűnöst felakasztottak volna. Én ebben a pillanatban azt mondom, köszönöm szépen, köszönöm, de miért pont az akasztás? Tehát viszont ha már a kommunizmusnál tartunk, akkor ne menjünk el szó nélkül amellett, ami visszatért ezen a héten. Sasom, hogy mit írtál? November 7-én. Igen, nem tudom elolvasni. Azért írtam visszafelé. A Magyar Demokrata, és a Magyar Narancs, mind a kettő magyar, tessék odafigyelni, mindenki magyar. A Magyar Demokrata és a Magyar Narancs is visszatért november 7-ére. Ez a Heti Brutálban mondod? Nem. Akkor mi? Csak visszatérek. Ja, visszatér. Mert ez egy vágott anyag. A költő visszatér, igen. Nem. Ez a producernek mondom, ezt nem. 4 embert várok a címlapra. Igen? Nem tudom ki, de 4 ember lesz a címlapon. Lesz-e váfa a címlapon? Nem lesz a címlapon. Lesz-e orgona a címlapon? Nem lesz... Orgonistával együtt, úgy értem. Orgonistával? Mm. Te mire gondolsz? De szerinted nem lesz folytatásuk ezeknek a zaklatásos, hatalommal való visszaéléses ügyeknek? Nem ez a legnagyobb... A történet címlapon? Most? Nem lehet könnyű a főszerkesztők dolga. Nem. Pedig lassan el kell dönteniük, hogy mit emelnek ki címlapra. Lehet, hogy meg kéne kérdeznünk, és akkor sokkal jobban tudnánk előre jelezni. Például, vagy bedobni november 7-et, mert az mindig jó. Akit rendszeresen érdekel a kettős pont, meg akit nem, az is, iratkozzon föl. Az a lényeg, hogy sokan legyünk, mert akkor érezzük jól magunkat. És az nagyon jó lenne, tudom, hogy ez egy... Ez világbéke, ez már nagyon Nem, ez egy nehéz megközelítés, de a pasik, a fiúk, a férfiak nagyon le vannak maradva. Abszolút. Gyertek. Ott kell feliratkozni rám. A Csabára nem tudom, hogy hol, tehát aki engem akar látni, az nyugodtan ott iratkozzon fel. Hajrá, magyarok! Hajrá!